Az OSK-ban folyó töredékkutatásról beszéltem, illetve a töredékek jelentőségéről az irodalom történet írás számára. Május 13-án a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem meghívására előadást tartottam az Egyetem Alumni Napok című rendezvényén. Az OSK-ban folyó töredékkutatásról beszéltem, illetve a töredékek jelentőségéről az irodalom történet írás számára, különös tekintettel a magyar nyelvű töredékek helyzetére. Ebben az előadásban kitértem arra is, hogy a 19. századi töredék, illetve kódex felfedezés során annyira fontos volt ezeknek a kéziratoknak a megtalálása, hogy egyes kéziratokat hamisítottak is, és hogy ezeknek a hamisítványoknak a nagy sikere, illetve aztán a lelepleződése hogyan hatott az irodalomtörténeti elbeszélésre, illetve aztán ennek milyen következményei lettek a kódexkutatás, mint disziplínának az alakulására is. Következő héten egy kisebb műhely szemináriumot is tartottam a Kolozsvári Egyetemen a magyar szakos hallgatóknak, passió szövegek olvasása, illetve a passió, magyar nyelvű passió szövegeknek a kutatási lehetőségeiről beszélgettünk a diákokkal, akik így kicsit ízelítőt kaptak egyrészt a kutatómunkából, másrészt pedig a Magyar Nyelvemlékek honlapon keresztül is elérhető magyar nyelvű nyelvemlékkódexeknek a izgalmas részeiből. Május 20-21-én pedig egy nemzetközi workshopon vettem részt, aminek a témája a középkori prédikációs gyakorlat, illetve prédikációs szövegek voltak a kereszténység határ területein. Jó magam a Gyulafehérváron őrzött Döbrentei Kódex első lapjait elfoglaló passió szövegről beszéltem, ennek a műfaji problémáival foglalkoztam, illetve annak a lehetőségét vetettem fel, hogy esetleg ez a nyelvileg nagyon szépen megformált, kicizelált szöveg az talán egy valós elhangzó beszédnek is a megörökítése lehetett.